Menekülttábor működött egykor ezen a helyen. 1956-ban a forradalom leverését követően mintegy 20 000 magyar menekült át az akkori Jugoszláviába. A szabadságért küzdő ember emlékét őrzi a kövön nyugvó két madár, Szarabka Tibor alkotása. Az emlékművet a Vajdasági Magyar Szövetség kezdeményezésére állították fel 2006-ban. Azóta az 1956-os forradalom kitörésének napjára, október 23-ára emlékezve, ezen a helyszínen kezdődik a Vajdasági Magyar Központi Ünnepség. A kegyelet virágait Magyarország belgrádi nagykövetsége is elhelyezte. A Magyar Nemzeti Tanács is koszorúzott, valamint a Vajdasági Magyar Szövetség vezetői, tagszervezetei is koszorút helyeztek el az emlékműnél. A vajdasági magyar önkormányzatok és civil szervezetek is elhelyezték a kegyelet virágait. November 4-ét követően mintegy egy évig volt nyitva a határ. Jugoszlávia nem toloncolta vissza a menekülteket, táborokba helyezte el őket. Többségük néhány hét után Nyugat-Európába távozott, mintegy 2000-en azonban végleg letelepedtek.